nehéz hétvégénk volt, nem voltunk a leggyorsabbak, nem találtuk a beállításokat. Jó, sokkal melegebb volt most ezen a hétvégén, mint a Nogárói tesztem. És valahogy nem működött az autó jól. Úgyhogy, hát gyorsak nem voltunk, ennek ellenére ez a tényleg eredményesebb hétvégénk, hiszen ugye mindig célba értem a, ugye az első haton belül talán. És hát 35 pontot szereztem a hétvégén, ami az eddig legtöbb, amit szereztünk egy hétvégén, úgyhogy végül is szomorkodni nincs okunk, mert pontban gazdag volt a hétvége. A teljesítményünk az számomra nem volt megfelelő, de majd remélem, hogy rájövünk, hogy ez miért volt. Mai nap az egy warm-up-val kezdődött, megnéztük a kamionnal, minden rendben van, és szerencsére minden rendben is volt. Majd a kvalifikáció sikerült megfutnom életem leggyorsabb körét, így sikerült a 7. helyre kvalifikálnom magamat a Q1-ben, ezért továbbítottam a Q2-be a Super Pole-ba, ahol pedig sikerült elérnem egy 9. helyet, így 9. helyről tudtam állítani az első futamon, majd az első futamon 11-ként értem el, rajtnál az előttem lévő egy kicsit beragadt, így vesztettem két pozíciót, így 11-ként sikerült behozni, majd a második futammal rajtán sikerült egyet előznem, így 10. helyen az egy pontot érő helyen sikerült befutnom.